Na hát sziasztok, és üdvözlök mindenkit ebben az új... valószínűleg kazamatázós rész lesz ebből egyébként, de nem vagyok még benne biztos. Ezt a videót igazából csak azért csinálom, mert egyrészt nagyon sok ideje nem volt videó, másrészt pedig olyan sok minden történt egyébként a karakteremmel az utolsó időben, tehát az utóbbi időkben, hogy egyszerűen gondoltam, hogy meg szeretném így simán veletek osztani. Na most, az utolsó videó óta azt hiszem 303-asok voltunk az előző videóban. Az történt, ugye volt ez a karácsonyi event, és nagyon sajnálom, hogy nem csináltam akkor videót, és ez azért volt egyébként, mert egyrészt nagyon el voltam foglalva, másrészt pedig alapba családdal voltam, nem volt kedvem egyébként alapba ezeket a részeket fölvenni. Másik videókon dolgoztam, de azon is nagyon-nagyon keveset dolgoztam, tehát majd az is szerintem kettő, vagy nem is tudom, lehet, hogy ez a rész még utána fog fölmenni, miután a videót, vagy a projektet, amit csináltam, azt fölrakom. Nem tudom még pontosan, minden esetre alapban nem töltöttem annyi időt a gép előtt, szóval sajnálom. Viszont a karácsonyi eventen ugye kicsit valamennyi gombát vásároltam magamnak, azt hiszem ilyen 130-at, hogyha jól emlékszem. És hát ugye akkor le volt árazó, szóval azt hiszem akkor kaptam 144-et helyette, vagy nem is tudom, nem tudom, hogyan volt, teljesen mindegy. És... szereztem még egy pár gombát, és képzeljétek el, hogy ez volt szerintem a legeslegjobb epic event, ami valaha történt, ugyanis nem vettem egy teljes cuccost, viszont 0 gombáról indultam, mert előtte már rányomkodtam az előző napon. Az előző napon már nyomkodtam az összes gombámat, stb. És... utána vettem 146-ot, vagy valami ilyesmit, és egészen lementem 90-ig, és tehát gyakorlatilag 50 gombát nyomtam el, és abban az 50 gombából sikerült ennyire megszedni magunkat, hogy szereztem egy teljesen új nyakláncot, egy övet és egy gyűrűt. Tehát amint látjátok, ez 403-as, ez 368-as, 366, 369, ezek mind ugye régi epikek, és akkor itt vannak az újak, ezek már 450, 450, 450, ugye, ez még ugye egy régi. És úgy gondoltam, hogy ezekbe is átraktam az értelemkavicsokat, mert ugye itt végig kitartás volt, és akkor utána inkább ide raktam át a kitartás kavicsokat, szóval... szóval inkább itt vannak most jelenleg a cuccosok, és... ez azért jó, mert már majdnem az összes kövem kivéve ez már 500 fölött van, tehát ezzel egyrészt azt is nyert, extra pontokat is szereztem, másrészt pedig most egy kicsit több az értelem, mint a kitartásom, ugyanis szerintem nagyon egyenletesen volt így leosztva egyenlőre, ahogy az előző felállás volt. Szerintem egy mágusnak sokkal fontosabb most az értelem, mint a kitartás. Úgyhogy most egy kicsit több értelmet raktam föl. Na és akkor itt van ugye a fegyverünk. Na most ez nem az a fegyver, ami még itt volt raktáron egy csomó ideig, hanem az történt tegnap, hogy itt van ez a fekete koponyerődnek az első szintje. És hát ez nagyon nehéz, nagyon sok ideig már ezzel harcoltam. És sikerült egy olyan szinten sikerült bejutni, most hát nem olyan szinten, hanem nagyon épp hogy meg volt, de végre sikerült bejutni, és hihetetlen egyébként, hogy ezt a botot egyébként innét kaptam meg. Mert nagyon sokszor egyébként nagyon-nagyon közel voltam már a végéhez, és most nagyon boldog vagyok egyébként, mert az új botom ez egyébként annyit sebez minimum, mint amennyit a régi sebzett maximum. Tehát nem tudom, hogy értetek-e, mire gondolok, de ugye van egy ilyen szintje ugye a fegyvernek, amennyit tud sebezni. Na most amennyit ez minimum sebez, annyi volt az előzőnek a maximum sebzése. Szóval nagyon érdekes egyébként. És ugye 14.100, 10.500, most pedig 14.500 és 10.600, tehát majdnem egy 500-ast, nem tudom, hogy honnét szereztünk egyébként, fogalmam sincs, hogy annyi honnét jött. Fegyverem is csak ilyen 90 ponttal jobb, mint a régi, de viszont a sebzése sokkal jobb. Na szóval, tehát akkor kezdjünk például, mondjuk akkor belemondjuk a kazamatázásba. Nem tudom, mennyit fog sikerülni leütni, vagy mennyit fogunk tudni leütni. Nem is tudom, hogy mennyi pénzt, vagy mennyi gombát szeretnék elnyomni rá. Nagyon tervezem, hogy pár aranyszintet le tudnák verni, vagy valami ilyesmi. Ja, tényleg ezeket meg így ki kéne kicsit pluszolni. Nem dob nagyon sokat, de pont annyit, hogy elég. Na tehát akkor menjen fel mondjuk az örök életpia. 10 millió HP-nk van, úgy mint ahogy ezelőtt. És akkor menjünk mondjuk, kezdjük mondjuk akár a toronyba. 90. szinten vagyunk, a tiszteletre mértó sárkány ölő. Nem tudom, hogy mennyi szerencsénk lesz, még egyszer elmondom, ugyanis ugye az ezelőtti epikes kazamatázós videóban ugye 3 kazamatát vagy 4-et tudtunk beütni. Most pedig valamilyen szinten jobb statjaink vannak, szóval ezért gondoltam, hogy megpróbálom még egyszer, főleg úgy, hogy most ilyen fasz epikeim vannak. Egyébként valamelyik C-társam, nem is tudom, hogy melyik, valami épp vagy magasabb volt, mint én, és ugyanolyan statokkal, amilyen nekem van, sikerült neki beütni Kalapács Józsit. Tehát a 13. színnek a 10. szintjét. Szóval nagy valószínűséggel arra is van esélyünk, viszont most még nem látom annyira nagy szerencsémet, mert még ott, szóval a toronyba kezdenénk akkor. 90. szint, a tiszteletre mértó sárkány ölő. Ráfaragott, hogy ti nem sárkányok vagytok. Mehet is a szint. Nem tudom, mennyi szerencsével fogunk járni. Ugye itt a harcosoknak a párbaj ugye elég sokáig szokott tartani sajnos. És úgy látszik, hogy harcosunk azért sose tudott egyébként nagyon nagy sebzéseket kifejteni magából. De ahogy látom, most ez így valamilyen szinten jó teljesítmény. Nem tudom, hogy mennyire lesz jó ugye végére. Viszont én ezeket így átugrom. Jó, 40 millió HP-ja maradt, azt sajnos mi magunkban nem fogjuk tudni így beütni. 8 milliós kritek azért ott vannak, de hát ő is végigkritelt minket, szóval akkor próbáljuk meg még egyszer. Megint, és megvan. Hogyan? Hogyan van meg? Hihetetlen, hogyan sikerült 40 millió HP-t leszedni róla? Na, nézzük akkor vissza rendesen. Bocsánat egyébként, hogy így átugráltam, nagyon nem kéne, csak egy kicsit, csak így ilyenkor hevébb vagyok annak, hogy szeretném látni, hogy mi az eredmény. Úgyhogy megszerint akkor a 90. szintje megvan a toronynak. A harcosunk úgy szín nem teljesített jól, mágusunk amúgy alapban nem szokott nagyon jó teljesíteni, ahhoz képest, hogy milyen jó statjai vannak. Viszont ahogy látom, itt elég jó lepu. Ja, most egyébként elég ügyesen asztalol 10 milliós háp. Jó, akkor nem, tévedtem, mégis ügyes volt a mágosunk. Sokunigunda vitt olyan 20 millió, 25 millió körül. Szóval gyorsan végignézzük. Van, és akkor itt az utolsó ütés, és akkor 40 millió HP-ről indulunk, 2,5 millió HP-t, de jön a 6 milliós crit, kapunk még egyet, de visszaütünk még 4-et, az non-crit volt egyébként, és még egy 5 milliót, és az se volt crit, és 12 milliót beütünk, és utána még egy 12 milliós critet besikerült ütni, és egy nagyon jó felderítő övet kaptunk, kérdés az, hogy föl tudjuk-e rakni, és valószínűleg a válasz nem, már csak azért is, mert az ezelőtti jobb, mert kevesebb pontot ad ugyan, de bele lehet rakni a követ, szóval ezt WC-be se tudjuk sajnos belerakni, úgyhogy kénytelenek leszek így eladni most. Egyébként bányoztam egy fekete követ, és ezt elfelejtettem mondani, de nem fogom belerakni, mert egyrészt szar, másrészt meg most fontosabbnak tartom a nagyobb szintű kavicsokat. És úgy látszik, hogy ez már valamilyen szinten nehezebb toronyszint lesz, ha csak nem sikerül megint végigkritelni az egészet. 6 milliós krit, de közben mi is kapjuk, az a baj. Utolsó, és nem sikerült. Még egyszer meg tudom próbálni. Jó, még egy utolsót. Ah, majdnem 60 millióról sikerült leszedni 9 millióra. Jó, mindegy, most előre menjünk át egy kicsit az árnyvilágra. Majd talán Easterosba is meg lehet próbálni egyébként ezt, de elég nehéz szerintem. Árnyvilág, csontvász harcos, fekete kopony erőd 2. szintje. Nem tudom, mire lehet számítani. Amint látom egyébként egyenlőre, amekkorákat tud ütni róla a harcosunk, szerintem van esélyünk. Ugye alapban a damage az jó, csak hogy rendesen eszi el a HP-ját. Elég rendesen eszi meg most a harcosunk ezt a szintet, úgyhogy remélhetőleg itt lesz egy esélyünk. Lesz esélyünk, bocsánat. Vagy ennek már pajzsa is van, azt ez már tud védeni is. Jó fel a HP, és ott együttésben meg is halt a mágosunk. Most Kunigundán dől el a játék, úgy látszik. 10 millió alatt még mindig nincs benne, és az alá nagyon be kéne menni ahhoz, hogy én bármit is érjek itt, csak az a baj, hogy sokan, és ott a vége. 6 milliós crit. 7 milliós, és egy 11 milliós ott lesz. Ne! Fél millió HP maradt, majdnem megvolt. Na, és ez meg lesz, gyerünk. 6 milliós kit ott van. 5 milliós, és gyerünk, és ott van. Megvan. Ez az. És felderítőre kaptunk egy melvértet. És ez jó is lesz nekünk. Bele is rakok egy, nem is tudom melyik követ. Az újabbat rakom bele, csak azért, mert új cucc, aztán akkor úgy ki is jön így az egész. Rendben van, ez a szint is megvan. A harmadik szint, fekete koponya harcos. Gyorsan lefrissítem a játékot, mert valamire elkezdett amúgy laggolni, és ez nagyon idegesítő szokott lenni általában. Nem tudom, hogy miért, de hogyha tovább laggol, akkor nagyon sajnálom. Fekete koponya harcos harmadik szint, következő szintje ugye annak, amit az előbb ütögettünk. Úgy látszik, hogy itt is simán megvan ez a szint is, és kaptunk egy mindenes nyakast, csak az a baj, hogy mi tegnap kaptunk egy nyakast úgy szint a karakterre, szóval sajnos ezt se tudom majd fölrakni. Viszont lehet, hogy másokra jó lesz, nem lesz senkire se jó, úgyhogy sajnos ez is megy a klotyó, vagyis hát a varázsboltba, de ez nagyon könnyen megvolt így elsőre. 8-ról negyedik szint. Ő is megnézzük, hogy milyen erős. Ha nem baj, akkor a mágust meg a harcost akkor mostantól átugrom, és akkor valószínűleg Kunigundát meg fogom várni. De az a lényeg, hogy nem szeretném így látni, vagy nem szeretném így nézni, hogy így végig egymást ütik így életen át, szóval. Azért ugrom át, semmi másért. Úgy, és 1 millió mínuszba ütött minket, úgyhogy lehet, hogy még egyszer meg lehet ezt próbálni. 10 millió. 20 millió, még egy utoljára. 25 millió HP-val kezd. 18, és nem jönnek a kritek, de neki igen, szóval. 29 millió. 18 millió. És itt a végünk. Jó, még egy utoljára. Még egyszer, mert meg akarom ütni. Nem lesz jó. Jó van, akkor menjünk visszatornyozni. Még egy utolsót itt megpróbálok. Nem, itt se lesz jó, úgyhogy akkor kénytelenek vagyunk visszamenni. 4 gombánk maradt, megpróbálom megütni Easteroszt. Most hát 4 gombát szeretnék még elnyomni. Erre van esélyünk egyébként. Ahogy így elnézem. De nagyon durván végig kell kritelnünk. Ahhoz, hogy érjen is valamit az esélyünk. Az meg a másikat csak ilyen 2 milliókat kap tőlünk, és mi meg kapjuk a 6 milliós kriteket. Szóval szerintem ezt meg lehet fogni. 1.800.000. 7 millió, 6 millió, 6 millió, 5 millió, 3 millió, gyerünk! 1 millió! Kriteket, gyerünk, kritek! Ó, és kaptunk is egyet mellé. Kicsit túlnyomtam a gombát, mint amennyit akartam. Jó, és kaptunk egy kritet, úgyhogy szerintem ennek itt a vége. Kivéve, hogyha... Ne! Francba! Még egyet! Utoljára. Ne! Kapjuk a kritet. Vége. Jó, még egy utolsó beütök Kalapács Józsinak, hát ha... Megáld az Isten minket. Nem, ehhez nagyon sok szerencse kell. Ó, mekkorát kaptunk tőle. Jó van, fele HP-ja maradt. Na jó, még egyszer megpróbálom. Jó, akkor már emeljek 35 gombáig. 37... Folyamatosan lekritel minket, ez a baj egyébként, hogyha nem kritelne és mi végig tudnánk kritelni, akkor az sokkal jobb lenne. Tehát ugye az megint csak szerencse kell. És 18 millió... Nem áll, faszom! Majdnem megvolt, hihetetlen. Jó, mindegy, 35, 25 vagy 35, mennyi gombát nyomtunk el? 25-öt? Mindegy, teljesen mindegy, ezt majd még vissza tudom majd gyűjteni így a napok alapján, vagy a napok alján, vagy valami ilyesmi. Akkor köszönöm, hogy megnéztétek. Szerintem azért jó sok mindent le tudtunk így ütni ebbe az egy részben. Ja, még valami egyébként, nem biztos, hogy tudjátok, de Mimózába átjutottam. Mármint a C-be magába. Azért, mert a Commander, szóval abba voltam. Itt a Commandersbe. Itt az van, hogy ez az akadémiája a C-nek. És akárhányszor ürülnek pár helyek, akkor ide áthozzák a karaktereket, akik úgy gondolják, akiket úgy gondolnak, hogy... megéri őket áthozni, és én voltam az egyik, akit így áthoztak. Szóval én most átkerültem ilyen mimózába, és ez azt jelenti, hogy innét folytatom tovább az utamat, és ennyi gyakorlatilag. Szóval most így nem tetszik, amennyi gombánk van, de nem érdekel annyira, mert szerintem minden egyes percét megérte, meg minden, stb. Úgyhogy szerintem jó, amit csináltunk, szerintem ez így bőven elég, amennyit így haladtunk ebben a részben. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy megnéztétek, és sziasztok!